Sziasztok! A mai nap egy nagyon fontos dolgot szeretnék megosztani veletek. A következő az, hogy hogyan játszhatunk számítógépen különböző játékokat, Wii Remote-tal és Nunchakuval. Az első dolog, amit még be kell szereznetek, egy Bluetooth, ami 1-2000 forint, igazából márka, méret, tök mindegy, lényeg az, hogy működjön. A következő az pedig egy program, ezt meg fogom osztani itt a blogon, Bluetooth Toshiba driver, 32 és 64 biten is elérhető, az installációja next, 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 tehát ezt meg sem mutatom, újraindul a gép, onnan jön már egy izgalom, hogy hogyan kell társítani, mindjárt rá is megyünk, itt már társítva van két remote, de most újra társítjuk, rámegyünk arra, hogy new connection, itt az express mód, ez annyiban, hogy nem kell már ilyen per kódot beírni, keresi, 1-es-2-essel bekapcsoljuk, megtalálta, tovább, most ugye a PIN kód kell, de ő azt mondja, hogy így is elfogadja, mert jó fej, letesszük, és már csatlakoztatva van igazából, az pedig a következő lépés a Glowpy nevezetű program, szintén fölteszem az oldalra, letölthetitek, ezt csak ki kell tömöríteni, ha kitömörítettük, akkor ezt kapjuk, itt vannak scriptek, amiből el lehet lesni, hogy hogyan kell különböző dolgokat beállítani, le lehet tölteni egyébként, és szintén megosztom, itt ezt a Script for Glowpy, ebben a Wind Waker-nek van a teljes kontrollja jól beállítva. Így néz ki a program, alapvetően egy egyszerű script futatásra alkalmas program. Itt megnyitjuk a scriptünket, ez a pály kiterjesztésűek, ez a Wind Waker-nek. Így néz ki, itt egyébként segít, hogy mit hogyan kell írni. Nagyon egyszerű. Ha ebből kiindultok, a többi játékot is ebből a scriptből át tudjátok kiírni. Nagyon egyszerű egyébként, itt be lehet állítani, hogy hányas LED villogjon, mert most például mindegyik villog, ugye az egyes, hogyha az egyes. A gombokat pedig nagyon egyszerű beállítani. A működési alapelve annyi, ugye, hogy billentyűzeten játszunk, meg vannak adva a billentyűzet gombjai. Itt annyi van, hogy a billentyűzet gombokat, amiket beállítottunk a játékba, beírjuk ide bal oldalt, jobb oldalra meg beírjuk, hogy mi ezt társítjuk az egészet. Tehát itt például a Q-val, nem tudom, nunchuk kontrollnál, a Q ott az E, a V az pedig a C, ennyi az egész, akkor az Enter gombbal a V-mode pluszot, tehát valószínűleg azzal tudjuk leállítani, de hát ezt át tudjuk írni ugye a home-ra. Tehát nagyon egyszerű, megvan adva, hogy a left az mi legyen, a right mi legyen, ez nyilván, hogyha így fogja az ember, akkor így legyen ugye a right, ha így fogja, akkor meg így kell beállítani a right-ot, tehát a V-mode down az a right. Nagyon egyszerű az egész, be lehet állítani, hogyha ugye a jobb kezünket vagy bal kezünket, hogyha megmozdítjuk, akkor mi történjen, ez a rumble, mindent be lehet állítani igazából, elég jó. A profibak vehetnek Wi-Fi-s vízszenzort, és akkor azzal már össze lehet kötni, úgy, hogy akkor például akár egy Call of Duty emulálva játszhatunk ugyanúgy PC-n, vagy akár egy Dolphin-nal egy Wii játékot játszhatunk ugyanúgy, mint Wii-n. Tehát ez már elég profi, elég jó. Én még nem próbáltam, de láttam róla sok videót, és tök jól működik. Akkor nézzük meg egy játékot. Most először a Dolphin-t fogjuk megnézni, ez egy Wii emulátor, ami tud ugyanúgy Gamecube-ot is. Itt elindítjuk a játékot, elindítjuk a scriptet, ahogy elindítottuk a scriptet, mindjárt beáll az egyesre. Hát így most mutatom, az a lényeg, hogy lássátok, beteszem a Nunchakut. Ezt a scriptet letölthetitek ti is. Hát ma jelenik meg a Zelda, most ezzel fogunk játszani. Nunchak. Megnyomjuk. Hát még nincs kardom, azt hiszem. Körülnézek. Nincs semmi lag, stb. A grafikáról ne is beszéljünk, ugye, hogy most 1080-ban játszunk, tehát Full HD-ben is ugye le tudjuk
zúzni ezt a játékot, elég állat. Akár egyébként egy kis játékot is, szerintem elég menő. Na lépjünk ki belőle valahogy, ha ki tudunk. Super Mario Sunshine, hát most GameCube-os játékokat tettem föl. Itt megint annyi van, hogy itt most nem is a Wiimote-ot kell hozzá társítani, hanem csak simán a billentyűzeti gombokat beírjuk, és utána a scripttel pedig lefuttatjuk. Ennyi az egész, tehát nem kell a Dolphinnal vagy bármilyen emulátorban a Wiimote-ot társítani sehogy. A Wiimote-ot mi itt ezzel ugye társítottuk a PC-vel, utána pedig itt megadjuk, hogy melyik gomb mit jelentsen. Sokkal jobb, biztonságosabb, és mivel egyszerűbb a script, annyit is el tudok mondani, hogy gyorsabb, tehát akinek gyenge gépe van még, azzal is sokkal gyorsabb lesz. Akkor nézzünk meg valami mást. Nézzünk meg például egy Dirt 3-at. Oda írtam egy scriptet, itt van egy Dirt 3. Itt annyi van ugye, hogy a Dirt 3-ban, ha minden igaz, mindjárt mondom a gombokat. Enter beállítottam a Wiimote Plus-ra ugye. Azt ugye egy joy-jal fogom játszani az Escape-et, mert még az fontos, azt a minuszra. És akkor a balra, jobbra, lefel, ugye azokkal lehet autózni, azokat meg beállítottam a nyilakra. Ennyi az egész. Lássunk egy dörtöt. Futtatjuk a dörtöt. Én úgy állítottam be, azt hiszem, hogy ne kelljen a fölfele gombot nyomni, hogy a kettes a gáz, kicsi Super Mario-sa. Jó, kettes a gáz és balra, jobbra. És így lehet nyomni Nintendo Wii-vel, azaz Nintendo Wii Remote-tal, Nintendo Wii-vel még egyre nem lesz ilyen jó grafika. Reméljük a Wii U-val. Hát ilyen az ügy. Le tudom állítani. Tudok egy csomó mindent csinálni. És akkor nem kell egy Xbox 360, hogyha PC-n ilyen jók vagyunk. Na de, lépjünk ki ebből. Akkor pedig nézzük azt, hogy Super Nintendo-s játékkal, tehát hogyan tudjuk visszahozni ezt az igazi Super Nintendo-s korszakunkat. Következő módon, hát én most a Z-SNES-t töltöttem le, igazából anno ezzel játszottam sokat. És akkor a Super Mario World-ot fogjuk elindítani. Elindult, ez nagyon jó. Jó, akkor nézzük meg a gombokat először. Azért mutatom meg, hogy értsétek, hogy hogyan kell nekiállni. Akkor up, down, left, right, azok a nyilak. A start, az a return, a select, az a shift, right shift. Akkor kezdjük ezekkel a gombokkal. Átugrunk ide. Most a Zeldás dologból fogunk kiindulni. Nunchuk movement az nekünk nem kell. Benne hagyhatjuk, de igazából ki is törölhetjük. Akkor nézzük a többit. A LED az legyen. Akkor a Nunchuk controls az se kell. Szintén benne hagyhatjuk, mert nem fog zavarni, mert nem tesszük hozzá. Na, akkor most jön pedig a Wiimote Controls. Itt megjegyzésképpen egyébként segít nektek, itt lilával. A Wiimote Plus az legyen az Enter. Az nagyon jó, az az Enter lesz itt is. Akkor a nyilak, mivel így fogjuk a joystickot, akkor ugye a right az lesz nekünk a föl. Megkeressük a right-ot, az pedig a fölfele nyíl. Tehát akkor az pedig az up. És akkor ennek jegyében megkeressük a leftet, a left az pedig a down. Akkor a Wiimote down, az pedig nekünk a right. És a Wiimote up, az pedig nekünk a left. Jó, és ezt elkezdjük futtatni, akkor nézzük meg, hogy hogyan működik. És már működik is ugye. Föl-le, megadjuk akkor a többi gombot, nézzük, hogy milyen gombokat használ, ezt mi is átírhatjuk, de szerintem fölösleges. Akkor az A, fú, ha jól emlékszem, nekünk a B kell, mert az van legalul. A B az az E, tehát azzal fogunk ugrani. Én a kettessel szeretnék ugrani. Akkor megnézzük, hogy
mi a helyzet. Itt van, hogy we mod 2, az legyen az ugrás, tehát a z, ha minden igaz. Ilyenkor le kell állítani a scriptet, és akkor tud csak dolgozni vele. Itt már átírjuk, hogy már 2z van, ne legyen 2z. Legyen itt egy ő, ezt úgy se ismeri. És akkor itt a játékunk. Tehát akkor a b, itt a z. Az a, ha jól tudom, az ilyen hülye pörgés, meg ilyesmi, hát az legyen nekünk majd a b gombunk. Tehát akkor az, hát vagy az A is lehet, hogy az A az legyen az A, legyen úgy. Hát igazából ezt majd ki tudjátok tapasztalni, ahogy kézrel úgy tudjátok állítgatni. Tehát az A az nem A, hanem X. Így lesz az A, X. Tehát a V-mód A betűt, ha megnyomjuk, akkor ez a billentyűzeten X, ami itt az emulátorban A, azaz piros gomb. A Nintendo-n kicsit összetett. Akkor itt a X az a kék, és az pedig az S. Hát azzal már nem tudom, mit csinált a Mario, azt betesszük B-re. A B V-módra, az pedig akkor az S betű lesz. Nézzük tovább. Akkor van az Y, ugye azzal gyorsítunk, meg lövünk, meg ilyesmi, ez a zöld gomb, az A a gombja, billentyűzeten, a zöld az pedig akkor az egyes lesz, tehát V-mód egyes, az pedig a, az A, tehát az az Y, hát remélem értitek. Nem nehéz egyébként. Csak át kell gondolni, és össze kell kavarodni. Az LR, ugye ezek a blokkok, hát azt szerintem annyira nem lényeg. Most beállítottuk ugye a nagy részét, elkezdjük futtatni, itt mondja, hogy az ő betűvel gondok vannak, hát a V-mód mínusz mi legyen, akkor legyen a J betű, és akkor nem lesz senkinek se gondja. Mindig jelzi pirosra, hogyha véletlenül kitörölsz valamit rosszul, tehát hogyha nem megfelelő a script. Minden igaz, akkor most mutatjuk, és akkor most már tudunk játszani is. Jön a szokásos képernyő. De régen ennyi volt a sztori, ugye? Hát én nagyon-nagyon szerettem még, hát lassan ugye 30 éve, 20 éve volt ez a játék, elég kemény. Fú, melyiket csináljuk, hát menjünk a Yoshi-s részre, ez izgalmas. Ugrunk, zöldet, azaz a egyeset gyorsítunk. Ával csináljuk ezt a szarságot, tehát ez nem áll annyira kézre, hát klasszik kontrollálni ugyanez a helyzet, mint mondtam. Én, mint fanatikus Super Nintendo-s, én észreveszem azért, hogy szar ez, de nem szar, hát ez ugyanolyan, mint amikor játszottam vele. Kivéve abban, hogy most remote-tal játszom, és ugye, hogy is mondjam, azért kevesebb a gomb. De már én sem emlékszem, hogy a kék az mire jó. A piros, azt tudom, hogy a repülésben ott voltak akció. Pörgésben. Hát minden. Élek. Kérek még almát. Életet akarok szarni. Ott van. Na. Genyó, akit mindenki utál. Nem rossz, nem rossz. Hát így lehet játszani, szerintem elég jó, és nem nehéz. Ezt a script dolgot, ha nem értitek, akkor szívesen megírom nektek. Nem olyan nehéz. De, hogyha szerintem, hogyha majd akkor látni fogjátok a scriptet, ki lehet totózni. Én nem is tudom, miket játszottam vele. Super Street Fighter 4-et, ugye, joystickkal rohadt jó. Nem mentjük el. De bármilyen játékot rohadt jó játszani vele. Hát kaptunk ilyen reklámot is, köszönjük. Ilyen a dolog. Remélem mindenkinek tetszett ez a videó. Mindenki sokkal okosabb lehet, és mindenki most elkezdi a régi játékokat előkeresni, és nekiesni egy Donkey Kongnak legalább 1-3-ig, és 100%-ra jó. Sziasztok!